Így néz ki a 2016-os ország tortája, az Őrség zöld aranya. A remek művet egy salgótarjáni cukrász készítette, aki tavaly is első lett a pálya munkájával. A bajai étterem a receptet két héttel ezelőtt kapta meg. Az első napokra készülve egyelőre 9 tortát sütöttek, árulta el az ügyvezető. Ez a torta nem csak színeiben szimbolizálja Magyarországot, hanem összetételében is innovatív. A tökmag az háromszor is megjelenik a tortában. A maga a tésztája az tökmagolaj és mandulaliszt, hát nagyon különleges ízvilágot ad neki, valamint az íz kombinációjába hozzátartozik a málna zselé, a fehér csokis kanázs, a tökmag praliné felhasználásával pedig kialakítottak benne egy ropogós réteget, majd az egész tortát egy tökmagolajos tükörzselével fették le. Már a torta megjelenése is nagyon tetszett az egyik vendégnek, aki a felvétel kedvéért kóstolhatta meg egy nappal korábban a finomságot. Ez a málna réteg, ami a torta közepén van, az nagyon feldobja az egész tortát, hiszen a málna egy kicsit savanyú, míg a torta úgy önmagával egy kicsit édes lenne, és így nagyon szépen kompenzálta az ízvilágot, és a fehér csoki épp oly különleges, mert a legtöbb torta az mindig fekete csokival vagy tejcsokival van elkészítve. A különlegességet augusztus 20-ától lehet megkóstolni a bajai étteremben és több száz hazai cukrászdában, amelyek listája megtalálható a világhálón.